Ezek a vadonatúj kerékpárok a Nyíregyházi Turinform iroda előtt csak arra várnak, hogy felfedező útra induljanak az ország leghosszabb, egybefüggő 350 kilométeres kerékpárút hálózatán. Az út során szabolcs már bereg megye turisztikai nevezetességeit is megismerhetik a biciklizők. Rövidebb és hosszabb túrákat is összeállítottunk, gondolva a kezdőkre és a profib haladókra. A rövidebb útvonal egy nyíregyházi bringakör, innen indul a belvárosból, meg tekinthetik a vendégek, a látogatók, a túrázók, nyiregyháza nevezetességeit, aztán kikerekezhetnek sóstógyógyfürdőre, sóstógyógyfürdőről pedig egy hosszabb bringa indulhatnak, libabokon keresztül nyírturát érintve. Nyírturán felfedezhetnek egy kis középkori kincset, egy középkori kis templomot, és onnan pedig egy, egy teljesen felújított, nagyon kényelmes kerékpár útvonalon érkezhetnek vissza Nyíregyházára, érintve a bújtosi tavat, és aztán a kiinduló ponthoz visszaérve a belvá városba ide, akár az irodánk elé. Deák Attila a középkori templomok útja Egyesület titkára elmondta, a Nyírség és Felső Tisza vidék történelmi öröksége kiemelkedőnek számít az Alföld területén. Nagyon jó település textúrával rendelkezik a vidék, apró falvas település szerkezet kedvez a túrázóknak, rengeteg a látnivaló, tehát Alföldi viszonylatban egyértelműen piacvezető a térség, a kulturális örökség, műemlékek tekintetében. Ezt felismerve, az Egyesület olyan túraútvonalakat állított össze, amelyek a régió különböző sokak számára ismeretlen értékeit is megmutatják. Az érdeklődőket már nem csak a kerékpárosok számára készített térképek, kiadványok, illetve jelzőtáblák segítik, de túravezetőt is igényelhetnek az Egyesülettől. Egyrészt van egy. Közép, egy, egy nagy mennyiségben fennmaradt középkori templom állománya a régiónak, ami az Alföldön ritka, tehát a valaki megvizsgálja, hogy az Alföldön hol koncentrálódnak a középkori templomok, akkor azt lehet mondani, hogy egyedül itt ebben a régióban maradtak meg nagyobb számba. A jellemző kép inkább az, ami a hajdúságban található, hogy rengeteg puszta templom, romtemplom, tehát alapvetően az azzal van összefüggésben, hogy a török előre nyomulásával az Alföld kiüresedik, elmenekülnek az emberek, a települések ott maradnak de ezen, ezen túlmenően a, a, reformációnak is nagyon fontos szerepe volt ebben, hiszen egészen második József türelmi rendeletéig a protestáns közösségek nem építhettek templomokat, ezért kénytelenek voltak használni az elődeiknek a templomát, és így konzerválódott az a középkori örökség, és tekintve, hogy ez a felső Tisza vidék egy tömb református területről van szó, és a nyírség nagy részére is ezt lehet mondani, itt nagyon-nagyon sok középkori műemlék maradt fent. Azok számára, akik önállóan szeretnék jobban megismerni a felső Tisza vidék látnivalóit, a középkori templomok útja Egyesület honlapja számos információval szolgál. Részletesen bemutatják az örökség helyszíneket, valamint a gyalogos, az autós, illetve a kerékpár túra útvonalakat is.